Na akkor sok szeretettel üdvözlök mindenkit a dátumtól eltérően egy héttel később, tehát kicsit egy héttel később, tehát 16-át írunk. És hát ismételten Dr. Benkő Attila a vendégünk. Sziasztok! És hát úgy jártunk, amit a régi viccben, amikor ugye Bill Gates meg Ford meg Edison megáll az autó, aztán mondják, hogy az egyik, hogy hát próbáljuk meg, hogy hát ha a motor, próbáljuk meg, hát ha a generátor, hát szálljunk ki és szálljunk vissza, hát ha megjavul, ez most megtörtént. Akkor azt mondja, Breznyánszki Boglárka, ő egy kis pitonos reménységünk. Zé Lászlót azt most mutatjuk be neked, Zé, kapcsolj mikrofont. Zé, tény. Ha majd úgy vagy, akkor kapcsolj mikrofont, hogy addig elmondom, amíg látom az mikrofon jelét, hogy ő az, aki a virtuális valóságba úgy belemászott, hogy ahol el akar... Itt vagyok, csak a telefonom nem jó semmire, annyi a helyzet. És a gép meg nem engedi a videót. Jó, akkor csak hallgass minket, az a lényeg, végülis a szép arcunkat majd képről is látod később. Tehát ő az, akivel annyit kell tudni, hogy amikor volt a 2019-es kutatók éjszakája, akkor ugye mi augusztus 31-én ígértük itt az ezredeseknek a tapolcán, hogy áprilisra lesz majd virtuális valóság a katonaságnak. Hát ez nem áprilisra sikerült több mint egy, majdnem egy tanév alatt, hanem egy hónap alatt. De az anyukája már sokszor hazavi minket. És ugye a nulláról indultunk, és hát ugye az ember, most te fogsz róla majd beszélni, hogy amikor az ember valamiben belemászik, akkor egy számítógépes probléma az 3 perc plusz minusz 3 óra. Igen. Akkor most átadom a szót neked. Tanulmányok, mi anyagot gyűjtöttünk, hogy tanulmányok, utak, mit láttál? Miért érdemes informatikával foglalkozni? Hát ez egy... köszönöm szépen ezt az egészet, hogy megszervezted. Informatikával érdemes foglalkozni. Hát ez egy interdisziplináris terület. Nagyon-nagyon sok összefüggések vannak különböző tudományterületek és az informatika között. Gyakorlatilag szinte már bárki bárhol elhelyezkedik, biztos, hogy találkozik informatikával. Úgy gondolom, hogy ebbe érdemes az embernek az idejét és az energiáját belefektetnie, hogy minél szélesebb látóterülete legyen ezen a területen. Nagyon sok és szerteágazó részből áll ugye az informatika. Azok, akik, még azok is, akik sikeresek bizonyos informatikai területeken, ők sem tudnak mindent, tehát azért érdemes úgy nekiállni, hogy azokat megtanulni, amik ténylegesen érdekelnek minket, mert folyamatosan fejlődik, új technológiák jönnek be, és már önmagában az informatika se annyira azért a polihisztoroknak a terepe, tehát én sem tudok mindent, meg senki nem tud mindent. Én leginkább ugye a karrierem elején virtuális valósággal foglalkoztam a Veszprémi Egyetemen, ami később Pannon Egyetem lett, és ott is doktoráltam. Tanítottam virtuális valóság és alkalmazásai tantárgyat is, és úgy vettem észre, hogy a diákoknak ez az egyik kedvenc kreditszerző tantárgya. Nem volt különösebben nehéz, de érdekes is volt. Úgyhogy hát itt Majával foglalkoztunk, az egy háromdimenziós modell tervező szoftver, amivel lehet ugye mesh-t, meg textúrákat létrehozni. Hát elsősorban modellező szoftver, illetve ezen kívül, amelyen kívül volt még 3D Studio Max használata. Hát két szoftver nagyon hatékony 3D-s modellek létrehozására, és másfajta UI-jal rendelkeznek. Tehát egyet kell választani a kettő közül, nekem egyébként a 3D Studio Max-nak az egérbillentyűzet kezelési módja jobban tetszik, de... Ja, és nyugodtan szóljatok közben, mert ezekre én órákat tudnék mesélni, hogy bárkinek bármi kérdése van, vagy más valamiről szeretném hallani. Gyerekek, kérdezzetek, mert tudod, hogy tudjátok, hogy én ugye hiperaktív és
beszédmániás vagyok, tehát nekem van 1000 kérdés, akkor nektek legyen. Jó, még haladhatunk egy kicsit ezen a vonalon, és akkor utána akkor jöjjenek a kérdések. Tehát ugye manapság már olyan VR sisakokat is használunk, 3D-s virtuális világokat lehet létrehozni, ezekben lehet mozogni, tárgyakat megfogni, tehát tényleg elég közben én interaktív. Mutatok nektek azért képeket, jó? Mert most már egymást láttuk, jó? Tehát amiket te mondasz, megmutatjuk, hogy ez egy gondolatot ébrezzek bennetek. Jó, tehát itt egy képernyőt, hogy nálunk azért itt már ilyenek zajlanak. Mesélj közben, csak hogy lássuk. Igen, tehát ez egy fejlődő terület. Most már léteznek olyan 3D-s szemüvegek, amik nagyon jól alkalmasak arra, ugye, amit te is említettél, hogy akár a katonaságban is alkalmazzák, de lehet ennek akár mondjuk orvosi applikációja is. Nemrég láttam egy olyan elképzelést, hogy rajta volt az orvoson a 3D-s szemüveg, és akkor tulajdonképpen egy robotkar segítségével végezte el a műtétet, és úgyhogy közelebb tudta hozni a fókuszpontot a beteghez, és precízebb műtéteket lehetett így létrehozni. Ugye a katonaságnál is lehet ilyesmit alkalmazni, ott pedig ugye erőforrás ráfordításban tud egyfajta hatékonyságot elérni ez a módszer, mivel ugye újra lehet különböző missziókat szimulált környezetben végrehajtani, és anyag-energia felhasználás is így kevesebb. Na most létezik olyan is, hogy augmented reality, ez pedig az, amikor, vagy mixed reality-nek is szokták nevezni, ez pedig úgy szokott történni, hogy nem csak a virtuális valóságot látja az ember, hanem vegyítve a valósággal, és el lehet helyezni bizonyos objektumokat a valós térben, bizonyos virtuális objektumokat, ezekhez szükséges bizonyos referenciapontoknak a megtalálása, és azokhoz képest helyezi el a számítógép a... Attila, szavadba kell vágjak, mert azért szintet kell, hogy lépjünk. Na, arról szól, hogy amikor jöttek az első VR boxok műanyagból, meg papírkartonból, akkor mi azokkal azt, amit telefonnal augmented reality, meg virtual reality, azt mi kitanulmányoztuk. Uh-huh. Azóta több százféle alkalmazást futtattunk, tehát mutatok, most nem, persze most nem, pont nem lesz úgy kézni, mert ugye az a kamera bedöglött, vagy inkább az volt, hogy egy fél napotba került, míg az XP-s driver helyett behackeltem a Windows-t, de így megmutatom, hogy ezek is megelevenednek például egy telefon kijelzőn, és lehet vele focizni a gyerekkel, és hogy ki van festve, azt szerint a QR kód alapján ugrál a képernyőn fölött, három dimenzióba, tehát te VR képet látsz, és lehet vele focizni, meg beszélni, és millió ilyen van. Tehát mi azért egy kicsit ennél már följebb vagyunk, úgyhogy tudjuk mi ezeket az alapdolgokat. Olyan kérdéseink lennének nekünk inkább majd, hogy megmutatjuk, hogy hol tartunk. Jó, és persze. És nekünk az kellene, hogy adjál ötleteket, segítséget. Tehát most például láttál képet arra, hogy ugye itt mi elindultunk ilyen eredetileg az EV3 kirakta a robotot, most már ilyen 3D tollal kiegészítgetünk. Nem tudom megmutatni, mert az a dokumentum kamerám az most, amit mondtam, nem fogadja most megint el önmagát, de most már például újra tervezzük. Ez most akkor nem látszik, mert nem én vagyok a kép. De ez a 3D-tól is nagyon jó, mert ugye megkönnyíti az alkotóknak a munkáját. A képernyő leosztást, megmutassam, hogy most például az Andrásnak az a feladata már, hogy ezt a 6-7000 forintos gömbtokot, cage-et újra tervezze úgy, hogy egy sima kockában van benne, hiszen igazából csak a felfogatási pontok számítanak a drón kapcsán. Az, hogy mi veszi körül, az már mindegy, és akkor azt kinyomtatjuk magunknak. Tehát azért mi már egyrészt a 3D nyomtatásban is, a tervezésre annyit, hogy ugye itt aztán közbeszólhat nyugodtan, Zéd is, minél többet beszéltek diákok,
nektek jogosítványtok van arra, hogy lehurrogjatok és közbeszóljatok minket, csak óvatosan fogalmazva. De az igazság, hogy a Z-ék olyan szinten voltak, hogy ugye ők elkezdtek például azzal foglalkozni, hogy mit tudom, megtervezni egy kést. És akkor egy hétig én jártam az esti órákra, és hát egy hét után is rájöttek, hogy ilyen mikroszkópikus, meg nem haladnak. És mondtam, hogy egyelőre nem kedvet csinálunk, ez pedig úgy működik, hogy amit le lehet lopni a netről, azt lelopjuk. És akkor úgy igazából, hogyha egyszer le tudjuk free tölteni ezeket az STL, meg mindenféle létező végződésű 3D fájlokat, akkor egyelőre megtanuljuk összepakolni, ha le tudjuk, egyelőre nekünk itt a gimiben az jó szint, ha az MIT-t le tudjuk másolni a videók alapján. Ugyanis az sem egyszerű, mert én nekem például tegnap ráment a délutánom, inkább az estén meg az éjszakám, és egyszerűen nem akart működni a telónak a Python programozása, mert egy csomó programot fel kellett hozzá telepíteni, a Node szervertől kezdve minden mást, és hát tudjuk a bugnak a lehetőségét. Úgyhogy igazából minket az érdekel, hogy például te középiskolásként, amikor elkezdted, akkor mennyire szabadidőd maradt így, hogy nagy tervekkel elmentél, a kisfol is voltál. Ott még azért nem voltak az óriási terveid, nem voltál benne biztos, hogy te mérnök leszel, igaz? De, tehát kétféle dologgal foglalkoztam ugye akkoriban, egyrészt ugye irodalommal, tehát verseket írogattam, és kisebb novellákat is. A másik terület pedig a robotika volt, csak az nem jutott el így a tanárokig, tehát azt én és a Németh Balázs barátom ketten próbálgattuk azt a témát. És nem ismerjük ő most vele, mi lett ő vele, mi történt? Németh Balázs. Szerintem hát ugye ő is a Tóth Mordinak volt az osztálytársa. Tehát az az évfolyam. Ő nem tudom, mennyi is. Te is egyébként? Hát én a Tóth Monikának az osztálytársa voltam ja, a gimnáziumban. Gyerekek, akkor tudjátok, hogy akkor a magyar tanárunk németné Tóth Monikának az osztálytársával beszélünk. Igen. Nos, Tukámban nyugodtan, Rogi, bármi, mert a ti kérdésetek fontosabb lenne, mint amit mi beszélgetünk, tehát a ti megmozgatások. És nyugodtan bármi kérdést be lehet vágni, mert ez arról szól, hogy egy kicsit a diák seregnek adjunk egy lehetőséget, mert ritkán tudunk olyannal beszélni, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik. Hát nem tudom, azra gondoltam, hogy ugye a szakkör keretein belül milyen projekteket lehetne kivitelezni itt ezekkel a mi eszközeinkkel, és hogy ezt, mi az, amit tényleg mi is meg tudnánk csinálni bármiféle különlegesebb segítségnek a magunktól, a mi szintünkön. Nem igazán tudom, nem igazán vagyok képbe ezekkel. Hát igen, mert mi is ugatjuk. Az a helyzet, hogy mindenképpen először azt javaslom, hogy meg kell nézni, hogy ugye akár YouTube-on, vagy akár Udemy-n, tehát hogy milyen jelenlegi projektek vannak. Nagyon sok, nagyon érdekes projekt található fenn az interneten, how-to videók, rengeteg mindenféle. Most nézd meg példa, itt megvan osztva a képernyő. Itt a köműves mosoly azért van a Grob Leventének a fenekén, mert éppen akkor raktuk össze először, hogy a második 160 vagy 170 ezer forintos beruházásommal megvolt a második VR-set. Ez az egész Oblivion, ez már összességében 2009-ben van 1 millióba körülbelül. Hát másokat csinálra költénára költöttem. Nekem nem volt másokat. És akkor elkezdtünk például azt, hogy van ez a VR chat, hogy két különböző teremből, ugyanabban a virtuális térbe csatlakozva beszélgetni lehet, de az azt is jelenti, hogy közösen vannak ilyen szuper masterpiece VR, közösen tervezni, rajzolni, 3D-ben gyönyörű commercial videók vannak róla, hogy egy ilyen gyönyörű sárkányt rajzol két művész, egy közös VR teremben egyesülve, és utána azt animálják egy szoftverrel, és az egy virtuális valóságban repül. Na most ugye, mi úgy voltunk vele, hogy hát ugye alapjában Picasso-ik is úgy kezdték, hogy először azt mondták neki, hogy öcskös, először tanulj meg másolni. És ugye, és amit láttál képeken, ezek is azok, hogy mi megtanultuk lemásolni a nagyoknak a robotjait,
mert erre volt elég idő, meg elegendő tudás, mert egymástól tanulunk, mert ahol én elakadok, azt a gyerek tudja, amit a gyerek tud, ő meg elakad, ott meg én rántom át, hogy egy szemléletváltás, hogy figyelj, ezt nem így kell csinálni. Na most, ugye mi most megismergettük ezeket a technikákat, és most jött be ez az a drónos projekt, hogy eznek a kapcsán az egész ötvöződik, mert ugye 3D-ben is tudunk nyomtatgatni dolgokat, most már azért kezd az Arduino is beérni, láttunk most arra is megoldást, hogy az Arduino-ból van olyan, az a mega nagyobbik méretűből, most néztem éppen, még nem rendeltem meg, mert még nem vagyok benne biztos, hogy fel tudjuk programozni. Olyat akarok, amiben az biztosan van tutorial, hogy utána a Wi-Fi-n keresztül a 20-30-40 szenzor adatait tudjuk majd leolvasni, mert ha elegendő héliumot kap, akkor a teremben akár 800 grammos plusz emelőerőt kapunk a 30 grammhoz képest, amit tudna, vagy inkább max 60 a drónunk, és akkor már megterhelhetjük plusz aksival, megterhelhetjük Arduino-val, meg szenzorokkal, és az mekkora egy demonstráció, hogy a Geiger Müller-től a dőlésszögön át az UV kamera, meg a Wi-Fi kamera, és ezek olcsó dolgok ám már, de ebben mi nem másztál bele, de egy-egy ilyen szenzor az egy kávé áránál olcsó, tehát ilyen 39 szenzoros készletek kerülnek ilyen 3-4 ezer forint plusz szállításba a Hát jó. Bengőből. Tehát ugye most ebbe az irányba gondolkodunk, mert ugye itt ez egy maga egy 32 megabájtos, bocsánat, gigabájtos, már régi világban gondolkodok, 32 gigabájtos belső memóriával egy webszervert tud üzemeltetni, és arra bárki rá tud csatlakozni, amíg a Wi-Fi hatókörén belül van, és ott akkor szépen táblázatosan leközli az összes általunk rárakott és feliratozott szenzornak az aktuális paraméterét, hogy áll az a szenzor, mit Ez mutat. nagyon jó Hát most egyébként, ez képzeld el, hogy nagyon ott jó. van rajta egy ilyen hélium hajtotta, hélium emelte, most egy tornacsarnokba demonstráció, és 40 fizikai paramétert le tudunk. Most nekünk van egy olyan 243 szenzor van benne. Tehát eleve onnantól kezdve az mi érdekesség, mennyi érdekesség van abban, hogy ezeket mind átgondolja, hogy ez most mit is jelent, miért van, stb. Úgyhogy ezért indult a projekt. Most ebbe kell nekünk gondolkodni, hogy mi most ugye azt tanulmányozzuk, hogy hogyan tudjuk legyártani az alkatrészét. Most megmondom őszintén, akkor én mondom a gyerekeknek a változásokat a múlt héthez képest. Amit a, nem azt, amit a Hardi András kinézett, de 15 ezerért a Siófokon a műszerész haveromhoz, ott volt egy eladó másik kis HTC. Tudni kell erről az okos drónról, hogy állítólag csak egy hálózati chipben tér el. Annyi, tehát az 50 ezeres kategória, ami ugye RAI-ban is programozható, meg Python-ban, az állítólag minden szegletében és hardverében tök azonos, kivéve egy hálózati chip, emiatt nem kommunikál, hogyha megpróbálták, persze ennek óriási kultusza van, hogy rácsempészni az olcsó, most már használtan 15 ezer a távirányítóval. Pedig ez egy kultusz drón volt, ez a DJI Telo. Tehát akkora tábora, meg 1000 hack van rá, meg 1000 módosítás. De nem tudták megoldani, hogy átcsempészik a firmware-ét, mert akkor egyből egy 15 ezeres használt drónt 50-60 ezer forint értékűvé lehetne változtatni, hogy a firmware-t belecsempészni, mert kiderült, az okosok lemondták. Ugye nekünk az az előnyünk, hogy most már annyira profik ezek a gyerekek, hogy tizedikre folyékonyan olvastak angolul. Az jó, Tehát ezért tudunk haladni, mert az angol videók alapján röhögve végigcsinálnak mindent, mert ugyanolyan folyékonyan, ahogy én folyékonyan nyom, és az összes videónkat egyébként angolul csináljuk ám. Tehát minden egyes dolgot, amit mi rögzítünk, végig angolul beszélgetünk a gyerekekkel. az nagyon fontos későbbiekben is, tehát a egyetemen is, meg a cégeknél is, főleg, hogyha Persze. multicikhez megy valaki. Na most ugye itt a Pythonnal majd meg fogunk illódni, az akciókártyákból még annyi változások vannak, hogy vannak ezekhez ilyen action pedig azt megmutatom, hogy egy belelás, mert hogyha nem mutatjuk meg, akkor nem lesznek ötleteid, és nekünk meg azok nagyon hasznosak lennének, hogy a meglátásait. Ez ugye a Rise nevű kisebb cég fölvállalta, hogy a kultikus DJI cég telóját ő legyártja, és aztán utána Rise Telo Edu, inkább úgy mutatom,
És akkor itt arról szól a játék, hogy vannak hozzá ezek az 1-től 8-ig ilyen feliratozott akciókártyák. Gondolom most látszik a kép, ugye? Igen, ez az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, de a túloldalt, ugye a túloldalt meg 5, 6, 7, 8. Nekem most például egy támogató tegnap megcsinálta nekünk itt a polcán, hogy kinyomtatta mind a 8-at külön lapra, és lefóliázta. Most ugye ezek arról szólnak, ugye lassan tudjuk végtelen számban előállítani a propellereket, stb. Ez az EDU, ez az okos készlet, tehát ez az, aminek a firmware meg a fejlesztő készlete az már 2.0-as, és már Python, és már Rajban programozás, stb. Az eredeti DJI Tello, ami nem a Rise gyártott, az nem tudja ezeket például a szoftverre nem tudja feldolgozni a képfeldolgozása. Ezt. De már ezek egyébként a nagy drónokkal egyező, nagyon okos, rettelt mennyiségű dolgot tudnak, pláne ha programozó vannak. Most ugye itt ezek léptetik, tehát tovább léptetik a program szekvenciába, tehát meg lehet mondani, hogy például hogy menjen előre 30 cm, de attól függően, hogy egy fél métert, vagy 5 métert, vagy 500-at, de attól függően, hogy melyik kártyát olvassa le, attól függően változik, hogy melyik hova lép tovább a programba például. Tehát ő ezt fölismeri az alakot, a szövegezést. Szóval nagyon sok extra lehetőség van, és most egy ott van már Siófokon, most intéztem, mert ilyen kutya rágta szét az egyik propellert, a másikat meg félig. Küldtem 4 propellert, és akkor így kaptunk egy távirányító is 10 000 lenne, az aksi az 5-6, a drón az 25, és 15 kilótot megkaptuk az egészet. És ugye nem az volt a lényeges, hanem az volt, hogy egy hiperintelligens, az oroszoktól is lelop, meg leprogramoz bármit műszerész haverom, Siófokon most szét fogja szedni, és ő megnézi, hogy azokat a hackeket és modokat, amiket az interneten látunk, ebből mi kivitelezhető, és ugye ő neki a 60 éves, nem 60, 53 éves korára, a gyakorlata révén sokkal extrább ötletei lesznek majd arra, hogy hatékonyság, hatótáv, alapból 100 méter, de már meg lehet rendelni. Ja, mondom az fejleményeket, és Szobakné Bella Máriáik elfogadták, köszönjük szépen a felajánlásodat. Most a 3D-nek a 3D nevű cég egy olyan csomaggal együtt adja az Ender 3 nyomtatót, hogy már egyrészt ki van nagyítva a nyomtatótér, másrészt meg minden extra cuccot fölfejlesztették, a firmware-ét fölfejlesztettek rajta egy csomó lehetőséget. Ez meg kettő darab ilyen 3-4 ezer forintos USB-s repeater, és így akkor 108-ra kiegészíti a Éva azt mondta, nyugodtan így csináljam, a Dr. Stag Dezső alapítvány, és ezek jönni fognak, úgyhogy onnantól nem leszünk hozzáragasztva ahhoz, hogy Sümegcsehi iskolától kapott nyomtató. De tudunk tovább menni, ez azért kell mindenképp, mert alkatrész hegyeket fogunk tudni majd. Megnézem, hogy mi ez. Ugye, nem egy ismeretlen szám hív, vedd át addig a szót Attila, jó? Amit ez eddig el kell kapni jó. A gyerekeknek, jó? Ez érdekes ez a drónos dolog, és én leginkább céges munkákat végeztem így az egyetemi tanulmányaim után, de volt egy közös hobbi projektem is, szerintem, de a közös csetbe meg is osztok róla egy képet mindjárt. Hiszem az az. Igen, tehát alapvetően nem tudom, mennyire látszik ez. Ezt látjátok? Igen, látszik. Oké, okay, tehát... képernyőt? Nem is képernyőt, csak küldtem egy képet, hogy én mit kezdtem el csinálni, mert ugye... nézzük meg a beszélgetésben. Aha, igen, igen, látom. Na. Tehát ez is úgy, hogy ki lett nyomtatva ez a robotfej. Ez is 3D nyomtatóval készült el. Hihihi, maga a gömb is például? Hát mindjárt ködök róla képeket így a munkafázisokról. Szóban, gyorsítunk. Igen, tehát... Ezt te nyomtatod. Hát ezt 3D nyomtatóval, de... Mivel igen. Dolgozol? Mert mondom, nem vagyunk teljesen lent alapszinten, úgyhogy nyugodtan kicsit emelhetünk a szinteken. Küldtem még egy képet, ugye...
Alapvetően az, hogy tehát ha megvan a 3D modell, utána ezt ki lehet nyomtatni, és csak le kell venni a Persze, STL dolog. szenzor. Mondom, mi is már elég profin csináljuk meg. Mondom, már a fiúk már telefontól kezdve a virtuális valóságba. Itt van nálam a virtuális valóság szett, itt van a lakásba. Megtervezik VR-be, és utána abból nyomtatnak már. Szóval azért mi fejlődgetünk ám. Na, az nagyon jó. Tehát elég jó szintek vannak, mert itt nálunk például most már olyan ám a tanulás is, hogy itt van mellettem egy olyan 16 000 forintos valamelyik karácsonyi Aldis lapadagoló szkenner, hogy megveszem a 150 forintért a könyvet, levágom a gerincét, és 20 perc múlva MP3 file van belőle, mert felolvassa Az igen. a Google Spinét. Igen. Tehát egy lapadagoló szkenner, tehát hogy azért mi föl vagyunk ám fejlesztve, úgyhogy egy kicsit azért is kellettél nekünk, mert kicsit olyanok lettünk lassan a gyerekekkel, mint a párral, főleg az étény, mint a 4 kerék meghajtású autó. Ahol elakadunk, ott senki nem jár, és senki nem tud segíteni. Fölhívjuk a Microsoftot, és azt mondják, hogy ne haragudjanak, ők ilyen mélységben nem merült el a kérdésbe. Érted, Igen. mi a gond, hogy nekünk olyan ötleteink meg dolgaink vannak, amiben vagy mi kitaláljuk, vagy senki. Hát Na, itt igen. vagyok, visszatértem, mondhatod. És akkor Na, szóval... mit csinál ez a robot majd? Hát egyelőre ez most félben maradt, mert rengeteg tennivalom volt idén, de összességében arra gondoltam, hogy tulajdonképpen lehetne belerakni egy, ugye ott van a kamera is hozzá, és a Raspberry Pi-vel van összekötve, van hangszóró is, tehát meg lehet olyat csinálni, hogy például tárgyakat ismerjen föl. Tehát hogyha mondjuk vannak ilyen tanító algoritmusok, amik megtanítják azt, hogy kamerán látott kép, az hány százalékban mondjuk banán, hány százalékban alma, tehát erre nagyon jó szoftverek már léteznek, és arra gondoltam, hogy esetleg azt lehetne, hogy mondjuk egyrészt kezdésnek, hogy felolvasná, hogy mi látható a képen, tehát hogy mit tudom én, autó, bicikli, ilyesmi. Másrészt pedig egy későbbi felhasználási területe lehetne. Tudod, emlékszel a Star Wars-ra, hogy ott Persze, kis a robot. X-árnyak, ugye rajta voltak a kis űrhajón, vadászon, és hogy segítették a navigálásba a pilótát. Az R2-D2-ék, így van, az R2-es. Ja, most arra gondoltam, hogy egy autón nem csinálod mindezt, hogy odarakod ugye a műszerfalra, ahol kilát a szélvédőn, akkor segíthet abban, hogy mondjuk ha piros lámpát lát, akkor pii szól, hogy állj meg, vagy hogyha elélép egy gyalogos ilyesmitet. Tehát ilyen nagyon sok mindent lehet, akár a navigáció, hogy most fordulj jobbra, fordulj balra, hogy össze lehet kötni a GPS-e. Tehát ilyennek is így hobbiból nekiálltam, de tényleg ezek nem egy személyes feladatok, meg azért időigényesek, de érdekes. Én ezt tudom mondani erről a témakörről, meg hát ez is fejlődik, mert ugye például ugye a rendőrség is olyan szoftvereket használ, ami ugye leolvassa a rendszám táblát, és a Tesla, meg most már egyébként a Knorr bremze is csak, és ugye a Tesla autókkal, a Knorr bremze meg a kamionokkal, de ilyen önvezető járműveket készítenek, amelyek ugyanúgy azt vizsgálják, hogy most mi történik az autó körül. És ez is egy érdekes fejlődési terület, hogy ezt ebben ugye, is lehet. Ebbe is emelhetünk ám, mert mondom akkor neked, most amit szerintem képernyő megosztáson megy, a teló alapból ugye tényleg let creativity fly, tehát ez az EduChip, igen, ez az az Intel adta hozzá, a Rise nevű cégnek meg odaadott mindent a DJI, aki egy nagyon híres fejlesztő volt. Tehát ilyet, hogy alakfelismerés, tehát ugye a ember követése, személy követése, arcfelismerés, arckövetése, tehát tényleg egy Terminator chip-es cuccról beszélünk ám, nagyon sok extra programozásra alkalmaz. És mutatom akkor a mi projektünk, ami végül is ugye azért nyert, mert belenéztek, hála Isten, abba, hogy milyen tervezett dolgaink vannak. És csak itt az AI részt akarom megmutatni, itt rákattintok erre, hogy például a Teló Pythonnal összekötve ugye tényleg hobbit, az open felismerés, igen.
és elkerülés. És ott van hozzá mind a Az is videó. pontosan. Aztán utána nézd meg. Tehát gyere utánom, kövess engem. Aztán ugye streaming, tehát internetre streamingelni. És akkor a mély tanulásban még bele sem, 3D rekonstrukcióban még bele sem áztam, mert még nem is tudom, hogy pontosan mit jelent nála. Meg a mély tanulás. Ezek csak föl vannak sorolva a lehetőségekbe. Ugye, tehát annyian foglalkoznak az ő rá épülő, ugye ez a development kiteknek, ugye most már az 2.0-as RDK-ja van hozzá. Csak ugye nem sikerült tegnap este fölraknom, valamiért nem ment. És több különböző módon lehet programozni, még a Pythonon belül is. Több különböző segédprogramban, csak én a legmagasabb szintűt akartam fölrakni, hogy egy ilyen node server, meg arra rá, és akkor az a Scratch-t is tudja, meg a Python is, az még nem jött össze, de ezeket mi kínlódunk vele, és egy alapjába véve, itt mi van még ezek, mert ez volt. Ja, mindjárt jövök, mert hozok valamit, mert ezt is megmutatom, mindjárt egy jó, perc. Jó. Mindenkinek akkor egy fél 10 másodperc visészünet. Itt vagyok. Csak akarom mutatni, hogy vettem egyébként egy ilyen robotot a kisfiamnak. Nem tudom, mennyire látszik. Látszik. Aha. Na, ez is tud olyat, hogy ilyen kézmozdul, smart robotnak hívják. Egyébként nem volt drága, tehát ha bárkit érdekel. Van egy ilyen kis irányítója neki. És így néz ki a doboza. És van benne gesture control. Nem tudom, mennyire látszik ez így. De mindegy. Tehát a lényeg, hogy lehet ilyen kézmozdulatokkal, hogy most állj meg, most gyere ide, hello, meg így jobbra-balra, és akkor arra megy, meg azt azokat csinálja. Tehát ez is egyfajta... Tessék? Zseniális. Ja, tehát ez is egy... Igen, tehát ez is... Tehát ilyennek már... És nem is volt drága, tehát mondom, tényleg 10-valahány ezer forint volt. Az igen. Úgyhogy ilyenek vannak, és a drón technológiában is lehet ezeket alkalmazni. Igen. Itt tartottam pont, hogy mindent elmeséltem. Erről a robotról, amit vettem, hogy ezekben már van ilyen gesture control, hogy látja, hogy mit mutatsz. 180-ért már tudod, micsoda intelligens robotokat lehet beszerezni. Hát igen. Majdnem úgy volt, hogy kapunk egyébként egy Piper-t, csak aztán kirúgták azt a nőt a katonaságtól, aki nekünk akarta társulósan költözni. Oh. Márpedig tudod, a Piper is azért már egy egész komoly. Most ugye, visszaveszem egy picit a szót, még megmutatom, hogy tiszt, hogy azért ugye azt mondjuk, hogy legyen ötleted. Nézd meg, például ilyeneket tud, 2000 forint volt az a szoftver, amivel már ilyen nagyon-nagyon speciálisan lehet vezérelni. Meg hát ugye, most nem akarok kamerát váltani, mert most nem működik az, de a sima Xbox One-nal is gyönyörűen lehet őt vezérelni. De telefonról is. És van olyan például, hogy virtuális valóság szemüveg, ugye ez a telefonos, nekünk van vele több is, és van olyan szoftver is, hogy ő duplázza, mindkettő hozzá kapcsolódik az egyik a drónhoz, a másik a telefonhoz, és a gyerek is ugyanazt látja, hogy virtuális valóságban apa távvezérli 3D-be látva, mintha repülne, de a gyerek átélheti ugyanazt az élményt. Tehát ezek most már ugye nekünk a pikpak elérhető, ezek meg tudjuk mutatni a kis faludiba. Akkor ilyen van, hogy Telo Assistant. Tehát elkezdték azt például, ez most például az én ötletem volt, ezt még nem csinálták meg, de már szervezés alatt van, csak az a baj, hogy 60 grammal már kezd instabil lenni a drón, ő még a sima Telo, és úgy emlékszem, hogy ugye ezt ellátják ilyen kisebb elemekkel, megvan hackkel, vagy AUX-ot lehet rátenni a Google Mini-re, meg kisebb elemet, de úgy már 130 gram, tehát ez akkor fog működni, amikor már a 800 gram plusz emelő erőnk meg lesz, akkor bizony hangszórósan lehet tőle kérdezni is.
Tehát ugye nem csak 40, most képzeld, de 40, nem csak 40 szenzorotot lekérdez, hanem le is lehetne tőle kérdezni. Na most nyilván ezt szélben, ezt a kis eredetileg 80 grammos drónt, ezt a szél elviszi a fenébe. Tehát ez csak egy demonstrációs cél, de arra tökéletes, hogy megmutassuk a hadseregnek, a gyerekeknek, hogy figyelj, ha vannak rá milliók, akkor ez sokkal komolyabb rendszerré lehet csinálni, hiszen azért ilyen gyenge, mert nekünk erre a hardverre volt pénzünk. Tehát ugye ezt tudtuk egyelőre összerakni magunknak. Ugye itt már az elemekkel foglalkoztam, hogy az elemet hackelni, hogy olcsón beszerezni nagyobb hatékonyságokat, de úgy néz ki, hogy nem lehet bele többet, ezt már a műszerész mondta, hogy nem lehet bele valószínűleg többet kihoznunk, hanem külső betápot kell rátennünk. Hát most mondok egy érdekes dolgot, ugye most elektromos autókkal foglalkozom, és az van, hogy ugye ezeket az elektromos autókat tölteni kell, és hát ugye az ID3-at is egész gyorsan fel lehet tölteni 80%-ig, de van ezeknek az akkumulátornak egy kapacitása, ami azért ugye korlátos, és ez azért egy kicsit problémát jelent. De képzeld el, hogy a laboratóriumokban már léteznek ennél sokkal, de sokkal... Hallottam róla, hogy generációváltás megváltoztatja a világot, hogy... Igen, hát igen, csak hogy miért nem jötték be? Mert hogyha az felrobban, az nagyon komolyat szól. Tehát annyira sűrítve, annyira koncentrálva van egy csomó energia benne, hogy az egyelőre még eléggé veszélyes. Féltik, hogy megöli a gazdáját az ing zsebébe, igaz? Hát az egy 20 méteres körzetben, az ott nem marad meg semmi, az ott felrobban. Viszont több ezer kilométer tud menni vele az autó, de ezt még biztonságossá kell tenni, és majd utána lehet a piacra vezetni. Tehát amikor ugye a gázpalackos, hogy azért nem lett gázpalackos az autó, mert még mindig nagyobbat szól, mint a benzin. Most azt azért mi ketten tudjuk, erősíts meg nekem, olyasmi számodat van a fejembe, csak én mindig a gyerekeknek azt szoktam, hogy nem kell pontosan tudni, csak az a nullák számát tudjuk. Ilyen 20-50 körüli számra emlékszek, az energiasűrűségben még mindig a benzin, meg az akkumulátor között, sajnos. Tehát még mindig itt a probléma, hogy az energias hatékonyság, az energiasűrűség. Hogy 1 kg hány kilométert tud vinni egy eszközt? 1 kg benzin és 1 kg akkumulátor. Én úgy mindig ott a 20-50 szorzom. Hát körülbelül, de ezek azért sok mindentől függenek. A használattól is, meg az energiahatékonyság. Persze, persze, hogy van-e fékezésnél vissza, hogy van-e kultúrgaz. Igen, például. De belvárosban nincs. Tehát ott nincs hosszú gurulás. Meg egyébként a Fordnak már az amerikai Fordnak vannak, hogy hát voltak tervei, hát talán a 60-as években, atomautóról, ami atommeghajtású. Jó, jaj, és... hát figyelj, meddig tartott, amíg azt megengedték, hogy az űrbe legalább atommal küldhessünk fel eszközöket. Yeah. Az is, ha belegondolsz, titokba megy, hogy ne legyen balhé, meg mi kellett hozzá, a leszerelés. Azáltal, hogy most már ugye alig van urán, meg megfelelő hasadóanyag a Földön, hát a leszerelést el kellett indítani, hogy a különböző Plutó, meg mindenhova küldött szondáknak legyen hasadóanyaga. Tehát a távoli dolgokhoz tudjunk küldeni. Hát. Ja, mi elég ilyen benne vagyunk, azt emlékszel még rá, tehát még most is van ez az űr, elég jócskán benn vagyunk a támogató csapatában annak az űrutazás űrhajóknak. Bár most egyébként az utóbbi hat adásukat mi előtte mindig néztem, most nem tudom nézni, mert ez a drón, ez most lassan családi balhé téma lesz, hogy túl sokat drónozok. Mert tényleg ez is nagyon nagy meló ám. Te akik belemásztál dolgokba, tudod, hogy mi munka, mire az ember valamiben a nulláról. Most én azt szoktam mindig egyébként mondani, hogy amit a ZT-n jött vagy még? Hallasz engem? Itt vagyok. Hogy a ZT-n például amit tud, én megnéztem tematikába, egy 600 ezres tanfolyami számla után tudná valaki azt, mert olyan sokáig az első 300 000 forintért a semmit tanítják.
Egyébként fölvetette ezt egy legközelebbre, hogy becsatoljuk ezt a Bakai Lajos nevű műszerész havarommal talán Siófokról, az olyan 53 év körüli, és mondom, egy műszerész, de hát ő az, aki ugye körberöhögi a mérnököket, mert mondja, hogy a mostani fiatal mérnökök forrasztópákát látnak és fölsikoltanak, mert ugye billentyűzethez vannak szokva. Ő meg ugye tényleg a világon minden átprogramoz, patchibes, mikro, meg nem, tehát alig lehet érteni. Na ő van az, van úgy, hogy mondta, hogy miért nem csinálunk már mi is tanfolyamot. Mert amit az alapokból így online megtanítanánk másnak, az abból befolyó óradíjból meg tudnánk, mint zongoradó órákat adok, veszek, abból meg mi tudnánk magasabb szintű tanfolyamra beiratkozni. Hát a Udemy is ilyen, hogy egy keretet ad ezeknek a dolgoknak. Mert mondom, az persze. Én például olyan magas szinten van, hogy én nem tudom azt csinálni, amit ő a VR-en belül, mert nagyon sok órát beleölt. Ő játékfejlesztő szeretne lenni, csak ugye még mellé, még akkor majd most még 12-ben még pitonozni kéne külön neki. Elnézést, tanár úr, csak annyit mondanák, hogy azt már rég elfelejtettem, a játéktervezést. Most már marad a fordítás meg az angol. Hát aztán a mellette még utána majd meglátjuk, hogy mi lesz el. Tehát az álmok még azért, tudod, nem szabad feladni, mert a fordítás meg az angol mellett még, tehát látod, Attilának írói vénája volt mindig is, és megoldotta. Mérnök ember lett, aki mellesleg science fiction regényeket ad ki. Ma küldtem be az egyik novellámat erre a pályázatra, erre a nevelés pályázatra. Pár oldalra. Érdekes volt. Közelít a főállás, vagy a lehetővé teszi a többi hobbiának a megvalósítását, akkor az ott van a szeren. Érde, akkor azzal foglalkozik. Most figyelj, amit eddig mutogattunk neked, ezzel kapcsolatban esetleg valamilyen, hogy meglátás. Hát mindenképpen valami, tehát el kellene dönteni, mert két irányba tudtok innen tovább fejlődni. Az egyik irány a tudományos irány, a másik meg a piaci irány. Nem, tudományos a irány... piacos se lesz A, de hogy mi annak is örülünk, hogyha a tudományos irányban oda eljutunk, amit a képernyőn láttok, hogy lesz beszerezve mondjuk 12 egy ilyen készlet, lesz bele 2.0, meg 2.8-as, ez így 400 gram, az úgy 800 gram, aztán lehet, hogy ki akarunk vele azzal játszani, ezt kinagyítom, ez egy ilyen 8000 forintos játékszer, de... most nincs itt az András. Az András már tervezgeti ezt, hogy ez úgy néz ki, hogy le lehet róla szedni a drónt, és ez olyan anyagból van, hogy marha piszkos, könnyen és viszkózusan csúszik bármilyen felszínen, akkor szárazföldi jármű, ha vízre megy, akkor meg ott megy vele, ez egy hover drón. És ugye ebbe gondolkodtunk, hogy ilyen játékos átalakításokat, hogy neodímiumban ezzel-azzal valahogyan kapcsolódva megoldani, hogy egy ilyen kis multifunkciós, demonstrációs, hogy tessék kis pénzből mi mindent lehet összehozni. Most ezt például tudósokkal raktuk össze, hogy sümeg környékén milyen biológiai vizsgálatokat lehetne végezni, itt még kicsit nagyítok rajta. Milyen biológiai vizsgálatokat... Esetleg szupravezetésen gondolkodtatok? Min? Hogy szupravezetésen megoldani a lebegését annak a járműnek? De hát hogyan? Hát az... eleve a nagy hogy hív dolgokban sincs megoldva, nagy intézetekben se. A hélium az egy könnyű megoldás lesz. Már a hélium az tényleg olcsóbb lenne. Aha. Persze, hát most nézd meg 12.000-ből, hogy hívják. És ugye úgy akarjuk megcsinálni, ja, te nem ismerd a fizika szakosunkat, majd becsatlakozik egyszer, a Balázs. Nagy Balázs Szegeden végzett, és egy nagyon zseniális, mi Mr. Tesla-nak hívjuk. És épített gyerekkorában robotokat. És ő vele beszélgettük, hogy hát mennyire lenne veszélyes itt a szénkefés kis motorok miatt, hogy esetleg átállni majd hidrogénre. Hogy ugye, mivel hogy tulajdonképpen nekünk egyedül az alaplap lesz érték, mert ha a terveink sikerülnek, akkor minden létező alkatrész nyomtatott lesz, az alaplapot leszámítva. Egy motor, 1100. Tehát ugye itt igazából arról szólna, hogy meg ugye megpróbálunk olyan készüléket, de még ebben sem értünk, most kéne utánézni, vagy valakit szerezni, aki ért hozzá, hogy vissza lehetne fejteni a héliumot. Mert ugye van olyan fluid bele, hogy
hogy egy hónapig kitart, és csak akkor szökik át, de hát azért könyörgök, azért mégis a Föld második legkisebb atomjáról beszélünk. Tehát azért az mégis szökik egy ilyen alufólia lufiból. Ez persze. Hogy visszafejteni, hogy megőrizni, hogy egy-egy vizsgálatnál felhasználjuk, aztán visszafejteni. Sümegi Várhegy környékén különböző vizsgálati lehetőségek, akkor Vas megyében az ezt is, meg ezt is Dr. Szinetár Csaba, ő a egy kandidátus, az egyik kedvenc diákja voltam, mert egy csomó minden hülyeségre meghívott engem. Még akkor Magyarországon csak egy tóban volt Édesvidi hídra, amikor mi gyalogoltunk be szakállasan, pocakosan Dunakilitin a tóba, és mondták a fürdőzők, hogy ne menjünk be, mert valaki valamit beleöntött, mert csíp a víz. És mi mondtuk, hogy mi azért vagyunk itt, mert csíp. Akkor még csak ott volt, most már 1500 tóban van ott. Nekem most jött le az időm, de még egy picit tudok maradni, hogyha segít nektek valami. Gyorsan akkor gyerekek kérdés, jövő héten először is találkozhatunk-e? Igen, csak akkor... Várjál csak... Kitalált, megálmodod az időpontot. Jó, jövő hét meg éppen jó. Igen. Rendszer legyen belőle, hogy azért amikor lehet, amelyik... Jó, hét szerda, jó. Így hetenként egyszer azért jó lenne, mert ezt lehet, mi beszámolnánk a fejlődésre. Gyerkőcök kérdései. Nekem nem maradt több kérdésem, érdekes volt, jó volt hallgatni. Köszönjük szépen. Bógi, köszönjük, hogy itt voltál, puszi. Nagyon szívesen, és én is. Szintény, Ákos, Bakos úr, csak az a... Bógi már mindent elmondott tanárul, szerintem. Bakos úrnak meg csak az arcát láttuk. Hát én ezen tudok hozzászólni. Dávid az arcik, ne aggódjon. Ő a Bakos a nagyon kis kezdő, még ő lesz a kis fiatal reménység, ami majd beletanult, tehát igen. Köszönjük szépen akkor Dr. Benkő Attilának, aki úgy, mint a Bresztyánszki Bogi Csabrendeken végzett, és utána pedig Kisfalus lett, mint ahogy ő is. Hogy itt voltál Attila velünk, és akkor nagyon-nagyon várjuk a következő alkalmat is, mert még a kínai képekre most látod, fölajzottál minket, és a következő alkalommal meg kell, hogy mutasd az utadat. Meg az ottani dolgokat, fejlesztéseket. Tisztelettel. Nagyon szépen köszönöm én is nektek, és további jó munkát, jó fejlődést. És köszönöm még egyszer. Sziasztok! Köszönöm!